estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Hírhét című műsort látják szeptember 14-én kedden este 7 órakor. Nézzük legfőbb híreinket egy-egy mondatban. Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv című vetélkedő döntőjét rendezték meg Széphalmon. 15 évvel ezelőtt értek haza Oroszországból a Pataki könyvek. 27. alkalommal rendezték meg Rátkán a Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivált és Falunapot. Az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma közös szervezésében 7. alkalommal rendezték meg az Anyanyelvi Játékok, Játékos Anyanyelv című vetélkedő döntőjét. Az idei versenysorozatot Deme László nyelvész emlékének ajánlották. Ebben az évben is általános és középiskolás fiatalok vehettek részt a programban a határon innen és túl egyaránt. Mielőtt a gyerekek eljutottak Széphalomra, írásbeli fordulókon vehettek részt, majd a középdöntőben szóban mérték összetudásukat, így jutottak el egészen a döntőig az általános és középiskolások egyaránt. Mindkét korosztályban 5-5 négy fős csoport versenyzett szakmai zsűri előtt. A különböző megyék mellett felvidéki és kárpátaljai diákok is versenyeztek. Jelenkorunk helyzete, hogy az 5 csapatból mindkét korosztályban 2 csapat majd online módon jelentkezik be és vesz részt a versenyen, mert ilyen-olyan okok miatt nem tudtak eljönni, de hát erre is lehetőség van, technikát kipróbáltuk, minden reményünk szerint működik. Ami ennél is fontosabb, hogy ez egy hiánypótló verseny, mert ilyen nagyszabású nyelvi játékverseny, amely több megyét mozgat, a határon túliakat is megszólítja, nincsen Magyarországon. És hát az a cél is, amikor járvány tekintetében szelidebb lesz a helyzet, vagy teljesen elmúlik a veszélyhelyzet, akkor a délvidékieket is bekapcsoljuk ebbe a versenybe, és még több magyarországi megyét, és majd ez egy kárpát-medencei anyanyelvi játék verseny legyen. Én szerintem ez már abszolút hagyományosnak mondható, és az a legfőbb értéke ennek, hogy itt fiatalok összejönnek, játszanak a magyar nyelvvel egy picit, tesznek valamit a magyar nyelvért, határon túliak és magyarországiak együtt egy ügyért, egy értékért tesznek valami apróságot, járulnak hozzá ahhoz, hogy a nyelvünk ugye még előrébb jusson és ne legyen sekélyes helyzetben. Mi az a ciszterna? Melyik város nevét rejti a rendszám 3 betűje? Ilyen és ehhez hasonló játékos feladatokat kellett a fiataloknak megoldaniuk. A verseny diákoknak szól, általános iskolásoknak és középiskolásoknak, akik a legfogékonyabbak és leginkább érdekeltek lehetnek abban, hogy ez a nyelv a mai kor elvárásnak megfelelően, de a régi alapok, a régi gyökerek megtartásával működjön és legyen használható. Én azt hiszem, hogy nagyon szépen alakul és idomul a magyar nyelv minden kihívás felé, de nagyon fontos, hogy azt a nyelvezetet, amit éppen Kazinczy Ferenc alakított ki egy nagy nyelvújítás kapcsán, nem egyedül, hanem a társaival együtt, és mai napig is beszéljük, és vannak szavak, amelyeket már ritkán használunk, vagy már néha a jelentését sem tudjuk, de vannak új szavak helyette. Ez a ötvözet, ez a halmaz továbbra is egy egységes és 21. századi nyelvet eredményezzem, mert hogy a legnagyobb kincsünk és a legnagyobb összetartó értékünk a magyar nyelv, a mi nemzetünknek a nyelve. A feladatok abszolút játékosak, arra igyekszünk a hangsúlyt fektetni, hogy minél inkább ez a játékosság domináljon, hogy olyan feladatok legyenek, olyan kérdéseket kapjanak a fiatalok, amelyek egy picit játékosan ismertetik meg, játszva tanulva ismertetik meg a magyar nyelvet. A megmérettetésen új ismeretekkel és élményekkel gazdagodtak a fiatalok, így helyezéstől függetlenül mindenki nyertese volt az idei versenynek. 15 évvel ezelőtt értek haza Oroszországból a Pataki könyvek. A Sárospataki Református Kollégium nagy könyvtára ebből az alkalomból konferenciát szervezett, amelynek keretében megemlékeztek a hazatérés körülményeiről, arról, hogy miként tudta a magyar politikai és szakmai élet az orosz kollégákkal közösen elérni, hogy ezek az írásos, felbecsülhetetlen értékű könyvek hazatérjenek az egykori kollégium falai közé.
Történelmi képsorok katonai lőszeres ládákban 2006-ban hosszas tárgyalások és egyeztetések után megérkeztek a sárospataki könyvek Moszkvából Budapestre. Az egyedülálló és nem hétköznapi körülmények között előkerült köteteket szállító menetrend szerinti malév gép este 21 óra után néhány perccel landolt a Ferihegyi repülőtéren. Katonai tiszteletadás mellett fogadták a sárospatakról 1945-ben a Szovjetunióba elvitt könyveket. A gyors állapotfelmérés után egy ideig az Országos Széchenyi Könyvtárban, majd egy kiállítás formájában Budapesten volt látható. Ezt követően térhettek vissza a Sárospataki Református Kollégium falai közé. Ennek már 15 éve emlékülés keretében idézték fel a jelenlévők ezt a történelmi eseményt és az ideig vezető utat. Professzor dr. Dienes Dénes ezek közül is kiemelte azt a momentumot, amely lehetővé tette a hozzahozatalt. Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció kulturális javak visszaszármaztatásával foglalkozó állami bizottságok között. A II. Világháború során és az azt követő időszakban a másik ország területére került kulturális javak visszaszolgáltatásáról. Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter és Jevgenyi Szidorov kulturális miniszter írták alá. Az emlékülés keretében Oroszország képviseletében is elhangzott, hogy a könyvek értéke minden időkben megmutatkozott. Gardimse, что стараниями неравнодушных к судьбе книг воинов советской армии, поколений музейных и библиотечных работников города Нижнего Новгорода были спасены и сохранены для будущих поколений культурные ценности. Ezt követően dr. Hörcsik Rihár történész országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy a könyveknek ma is üzenete van. A pataki könyveknek a sajátos módon ma az a sorsa és rendeltetése, hogy ami 21. századi sorsunkat jobbítva tovább alakítsák. Dr. Monak István, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának főigazgatója, más szemszögből is megmutatta a könyvek hazahozatalának jelentőségét. A nyizsnyi novgorodi könyvtárosok sírtak, amikor becsomagolták a könyveket. Ugye nehéz megérteni, hogy hát miért sír egy orosz könyvtáros asszony, derék családanya, hogy egy magyar nyelvű 17. századi kalendáriumot elhoznak a könyvtárból. Azért sírtak, mert az ő férje, apja, nagyapja meghalt a háborúban. Számára ez egy harc a szülőföldért. Azok az emberek, akiknek elvitték ezeket a könyveket, valóban ezek a könyvek háborús trófea. Ezen keresztül kötődött, számára ezért volt fontos ez a könyvtár és ez a dolog. 136 rendkívül értékes könyv és dokumentum 2006. február 22-én érkezett vissza Magyarországra, majd ezt áprilisban újabb 10 kötet követte. A diákok elképzeléseit és véleményeit is tükrözi a diák önkormányzat. Ebben a tanévben újra központi szerephez jutnak a Sátoraljai újhelyi katolikus keriben. Az elmúlt időszakra jellemző digitális oktatás, illetve a rövid időt felölelő jelenléti oktatás ennek a fajta közösségi összefogásnak sem kedvezett. Azonban most új tervekkel és elképzelésekkel szeretné gazdagítani az iskola életét. A Sátoraljai újhelyi keriben már zajlanak a tanórák. A 2021-2022-es tanév kapcsán sok diák abban bízik, hogy a jelenléti oktatás mellett olyan közösségépítő és erősítő események is várnak rájuk, amelyeket például a diák önkormányzat szervezhet majd számukra. Elképzelésből pedig nincs hiány. Kikérjük a diákok véleményét nagyon sok mindenben, hiszen ez egy érdekérvényesítő szervezet alapvetően, és a programok szervezésében is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diákok maguktól találjanak ki dolgokat, aktívak legyenek, kreatívak, és ők alakítsák az iskola életét. A legfontosabb dolog, ami előttünk áll, például a Szent István nap, október 8-ai programja. Itt is támaszkodunk a diákok véleményére, ötleteire. Szeretnénk, hogyha ők formálnák ki maguknak a kötött programokon kívül a napot. Az úgynevezett zöldök, vagyis a szelektív hulladékgyűjtés, a környezetvédelem is kiemelt hangsúlyt kap majd a tanév során. A diák önkormányzat tagja vagyok 4 éve.
és szerintem fontos, hogy a kerít fiatalosabbá tegyük, és erre mindig kapunk lehetőséget. Minden éven a diák önkormányzatot is belevonják a kerít döntéseibe, és úgy gondolom, hogy ez nem kihívás, sokkal inkább egy nagyon jó feladat, és én élvezem ezt csinálni. Emellett abban is megmutatkozik a diákok elképzelése, hogy például az újonnan kialakított imaterem hogyan is nézzen ki. A diákok véleményét kikértük, hogy hogyan lehetne ezt a termet otthonossá tenni. Olyanná, hogy bejöjjenek ide, szeressenek bemenni oda a diákok, fiatalos, modern legyen, és erre is már sok ötlet érkezett. Végül pedig a stúdiót szeretném megemlíteni, vagyis az iskolarádiót. Toboroztunk stúdiósokat, és a héten újraindul az iskolarádió zenei műsorokkal, tematikus műsorokkal, és természetesen ez az információközlésnek is egy nagyon jó módja lesz a keriben. A diák önkormányzat első megmozdulása környezetvédelem témakörében egy pénteki szemétszedési akcióban nyilvánul majd meg. Az Anyanyelvápoló Szövetség tagjaként látogatott Sátoraljaújhelybe a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. C osztálya. A környék látnivalóival és nevezetességeivel ismerkedtek a tanulók, de sajátossága volt az osztálykirándulásnak a mindennapos nyelvápolás. Az úti célok között természetesen a szórakozásra is volt lehetőség. Az osztállyal a Zempén Kalandparkban találkoztunk. Sátoraljaújhely természeti és épített örökségén túl a környező települések túraútvonalainak megismerése is célja volt a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. C osztályának. Kiemelkedő szerepe volt természetesen Kazinci földjén a Magyar Nyelv Múzeumának is, illetve számtalan változatos programban vettek részt a tanulók Zemplénben. Nagy megtiszteltetés számunkra ez a szeretet, amivel minket itt fogad a város. Gyerekek magyarság tudatát is szeretnénk elmélyíteni, illetve itt a nemzeti összetartozást megtapasztalhatják, hiszen fellátogattunk a Magyar Kálváriára velük. Esténként pedig vetélkedők vannak a gyerekeknek, amivel elmélyítik azt a tapasztalatot, amit napközben magukba szívhattak. A helyszínválasztásban nagy szerepe volt annak is, hogy az iskolában a beszélni nehéz nyelvművelő mozgalomnak régi hagyományai vannak. Iskolánk 1998-ban kapcsolódott be a beszédművelő mozgalomba. Úgy gondolom, hogy azért jöttünk ide főképp, mert itt van a Magyar Nyelv Múzeuma, és ma a nyelvművelésre azt mondják, hogy nem fontos, pedig szerintünk legalábbis rendkívül fontos. Látjuk az iskolában, hogy a nyelvhasználat hogyan romlik, és szeretnénk ezzel ellen tenni. Szeretnénk a gyerekeinknek megtanítani azt, hogy miért fontos szépen beszélni, és a Magyar Nyelv Múzeuma pedig olyan csodálatos, hogy ezt mindenkinek látnia kell. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Újhely ápolja a hagyományokat, és rendezi meg azokat a versenyeket, amelyek életben tartják a nyelvet és a nyelvművelést. Amit észrevettem azóta, amióta elkezdtük ezt a beszélni nehéz, tehát ötödikben, ami ugye 3 éve volt, az, hogy sokkal könnyebben megy nekem a beszéd azóta, nagyon sokat segített abban, hogy szebben beszéljek, illetve sokkal jobban tudok hangsúlyozni és fogalmazni is. A kirándulásokon kívül a Magyar Nyelv Múzeuma is nagy hatással volt a tanulókra. Egy délután töltöttünk ott, és nagyon-nagyon élvezetes volt. Talán ami legjobban tetszett ott, az a Kazinci életéről szóló kiállítás. Nagyon-nagyon szépen meg volt csinálva. Modern is volt, viszont olyan régies is egyben, és nagyon kreatívan volt megoldva, mert Kazincitől idéz és így mondták el az életét. A nyelvművelés kiemelkedő jelentőségű feladat, és egyben küldetés annak a pedagógusnak, aki ezt a munkát a tanulók mindennapjaiban tudatosan végzi. Napjainkban sok szakember egybehangzó véleménye, hogy az online világban használt kifejezések sivárabbá teszik nyelvünket. Az, hogy ez ne így legyen, mindannyiunk közös érdeke, és egyben felelőssége. 27. alkalommal rendezték meg Rátkán a Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivált és Falunapot. Ennek keretében kettős ünnepet is tartott a Rátkai Német Nemzetiségi Önkormányzat, hiszen 20 éves évfordulóját ünnepelte Medzev településsel, még Unterbaldahival 25 éve ápol partnerkapcsolatokat.
Gazdag, színes, kulturális program, közösen elfogyasztott ételek és hosszas beszélgetések. Erre adott lehetőséget Rátkán a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett falunap és nemzetközi nemzetiségi fesztivál. Sokan várták már ezt a lehetőséget, hiszen az elmúlt időszak ezt a közösséget is érzékenyen érintette. A nemzetiségi összetartozás még fontosabb lett, tette hozzá a település polgármestere. A covidos időszak egy kicsit bomlasztotta a közösséget, mivel hogy nem tudtak a hagyományőrző csoportok programokat, próbákat tartani, nem vettek részt programokon, és egy kicsit így nehezebb volt megszervezni a mostani fesztivált, mert nem tudtak készülni a kultúrcsoportok, de hál' Istennek újra szerveződtek, és úgy látom, hogy megerősödve kerülnek ki ebből a covid helyzetből. Rátka 20 éves évfordulóját ünnepelte Medzev településsel, még Unterbaldahival 25 éve ápol partner kapcsolatokat. Emellett díszpolgári címet adományozott dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselőnek. Rátka nem csak Tokaj-hegyalja szerves része, hanem a német nemzetiségi kisebbségnek reprezentánsa is, hiszen sváb település, így duplán fontos legalábbis számomra. Először is Tokaj-hegyalja része, és benne van abban a fejlesztési folyamatban, amit most az elmúlt időszakban láthatóvá vált Tokaj-hegyalja számára, és itt is azokon a pályázatokon keresztül lehet szépíteni és gyarapítani a települést. Rátka fontos azért is, mert a sváb kisebbséghez tartozóan a sváb örökséget ápolja, és mintát ad Tokaj-hegyalja más településeinek. A falunap és nemzetiségi nap keretében elsősorban kulturális, hagyományőrző programok színesítették az egész napos eseménysorozatot. Nézzük legfőbb híreinket egy-egy mondatban még egyszer. Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv című vetélkedő döntőjét rendezték meg Széphalmon. 15 évvel ezelőtt értek haza Oroszországból a Pataki könyvek. 27. alkalommal rendezték meg Rátkán a Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivált és Falunapot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap is a viszontlátásra!